Regénybe illő felfedezés történt az UNESCO világörökségbe tartozó Bártfán. Az észak-szlovákiai város főterén található Szentegyed bazilika késő reneszánsz kapujának restaurálása során fedezték fel azt a Hunyadi Mátyás korából származó címeres kaput, amit ebben az esetben az újnak mondható 1655-ből származó kapu rejtett. Martin Kutny restaurátor a felújítási munkálatok befejezése előtt talált rá a képen látható, díszített faborítás alatt megbújó, eredeti gótikus kapu eddig hozzáférhetetlen előlapjára, amelyen többek között Hunyadi Mátyás hollós címere található. Valószínűleg a Székesegyház első eredeti bejárati kapuját fedeztük fel, amit térbe, modern szóval élve 3D-be vágtak ki. Több domborzat, tetőcske, növénymotívum díszíthette, aranyozott és színezett volt, és minden bizonnyal dombormű ábrázolások is voltak rajta. Sajnos mindez 200 évvel később a reneszánsz kapu formálásánál el lett tüntetve. A gótikus felületet kiegyenesítették, hogy ráakaszthassák a reneszánsz faragást. Egy ilyen lelet egy restaurátor számára nem csak kihívás, de egy elég nagy felelősség, egy felelősségteljes munka is. Hatalmas tisztelet az adott műemlék iránt, mondja a restaurátor. Az 1470-es évekre tehető gótikus kapun a magyar és a cseh címer, valamint Bártfa 5. László magyar király által adományozott első címere is megtalálható. A bal és jobb oldal kontrasztban áll. Az utóbbin virágzó indák és a címerhez bilincselt oroszlánok a hunyadiak terjeszkedését és Magyarország stabilitását, nagyságát szimbolizálja. Nem volt megszokott, hogy a magyar uralkodó egy személyben cseh király is volt. Ez a kapu az összefüggések miatt is különleges. Itt a magyar címer és a cseh oroszlán is megtalálható, és még a Korvin holló, mely aranygyűrűt tart csőrében. Minden egyértelműen Mátyás királyra utal, mondja a címer szakértő régész. Az Eperjesi kerületi műemlékvédelmi hivatal gondozása alá tartozó középkori székesegyház a felvidék egyik leggazdagabb szakrális műemléke. Itt 11 eredeti gótikus szárnyas oltárt őriznek, ezekből 6 szintén Martin Kutny restaurátor munkáját dicséri. A neogótikus Szentegyed főoltára 19. század végén készült Steidl Imre tervei alapján. Közepén Szentegyed, az aranyművesek védőszentje, két szélén pedig Szent István és Szent László alakjával. A templomot a 20. század végén teljes körűen felújították. Ez a lelet új fejezetet jelenthet a műemlék történetében. Ez azért egyedülálló, mert Szlovákiában nincs más felfedett gótikus kapu, legalábbis nem tudunk róla. Számszerű értéke egyelőre felbecsülhetetlen. Magas műemléki értéke van, úgy képzőművészeti, történelmi és társadalmi, mondja a műemlékvédelmi hivatal munkatársa. A dupla kaput a 19. század végén akasztották le a bazilika tűzvész utáni felújításakor és a templomban őrizték. 500 év után most először látható a több mint 4 méter magas, véletlenül napvilágot látott kapurészlet. A műemlékvédelmi hivatal a napokban szakmai bizottságot hív össze, ahol a restaurálás további részleteiről döntenek. Elengedhetetlen lesz egy új tanulmány kidolgozása és a címertani kutatás is. A tervek szerint mindkét restaurált kaput egy éven belül kiállítják a bazilikában. Bártfa egyébként a 15. században élte virágzásának csúcspontját, amit főleg a kereskedelem és a kézműipar fejlődése segített elő. Ebben az időben Magyarország legfontosabb városai közé tartozott. Ma turisták 10 000-ei fedezik fel újra a felvidéki települést.